Itt van velünk Halkó Petra, külpolitikai elemző, a Századvég Alapítvány külpolitikai elemzője. Bayer Zsolt, publicista, műsorvezető, Bayer Zsolt. Deák Dániel, a 21. század intézet vezető elemzője. És ifjabb Lomnici Zoltán, a Századvég Alapítvány jogi szakértője. Köszönjük a szűnni nem akaró tapsot. A beszélgetésünknek az volt a címe, és egyébként ez egy ilyen, hát hogy is fogalmazzak, egy olyan cím, ami már önmagában kérdéseket vet fel, a rezsicsökkentés jelentősége a magyar társadalomban. Hogyha csak ennyit hallotok, akkor nektek mi az első benyomásotok? Tehát mi a jelentősége a rezsicsökkentésnek a magyar társadalomban? Petra, mint hölgy, hozzád fordulok először. Jó napot kívánok, én is üdvözlök mindenkit. Hát nekem, ami elsősorban eszembe jut, az, hogy ez egy olyan intézkedés volt a magyar kormány részéről, ami kifejezetten közvetlen módon a magyar embereknek az érdekét szolgálja, a magyar embereknek a jólétét, a minőségi életéhez járul hozzá, és nem utolsó sorban pedig egy stratégiai lépés volt az ország szempontjából. Egy olyan szektorban hoztak egy olyan intézkedést, amely hosszú távon Magyarországnak egy segítő intézkedése, olyan értelemben is, hogyha egy adott esetben váratlan módon egy energiaválság beütne, láthatjuk, hogy igenis kiállja a körülmények próbáját. Fontos volt, amit mondtál, hogy energiaválság beüthet. Itt most jelen pillanatban azt látjuk, hogy nem csak energiaválság, hanem egy háborús konfliktus is megjelent a szomszédunkban, és ugye ez nagyon komoly hatással van az energiaellátásunkra is. Zsolt, hogy látod a helyzetet? Tehát az energia szempontjából milyen hatással lehet ez az egész kialakult helyzet Magyarországra? Ugye már a beszélgetések, illetve az előadások elején elhangzott az, sőt te magad, Dani, mondtad, hogy némiképp átírja ezt a mai konferenciát mindaz, ami a szomszédban történik, és ez nyilvánvaló, hogy így van. És hogyha az általad feltett kérdésre keressük a választ, akkor szerintem jó, hogyha onnan indulunk el, hogy milyen jelentősége van és lehet a közeljövőben annak, hogy Magyarország és Oroszország között van egy hosszú távú gázszállítási szerződés, amely hosszú távú, ha jól tudom, 2035-ig szóló szerződés, és amely fix áron rögzíti a gáz árát, amit mi megveszünk az oroszoktól. És hogy ez mennyire így van, engedjék meg nekem, hogy így bevezetésképpen ne is egy magyarországi példát hozzak, hanem átkalandozzak Németországba, ami mégiscsak az Európai Unió és a világ egyik legnagyobb gazdasági hatalma, illetve az Európai Unió legnagyobb és a világ egyik legnagyobb gazdasági hatalma, és ahol ugye nemrégiben egy új koalíciós kormány alakult. És ennek az új koalíciós kormánynak a zöld párti tagja, energetikai minisztere és egyszer mint alkancellárja, az a Robert Habeck, aki néhány évvel ezelőtt írt egy szép hosszú esszét, amiben kifejtette, szó szerinti idézet következik, azt írta a mai magyar, mai német alkancellár, hogy ő mindig hány ingert kap, hogyha a hazaszeretet szót hallja, és soha nem tudott mit kezdeni azzal, hogy Németország, és ma sem tud. Ez az árszpoétikája tehát a mai német alkancellárnak. Aki, mint energetikai miniszter, nemrégiben arról értekezett még, hogy ő roppantul örülne, hogyha az oroszok elzárnák a gáz és az olajcsapokat, mert akkor Németország sokkal hamarabb rákényszerülne arra, hogy átállítsa a teljes energia igényét az úgynevezett zöld és megújuló energiákra. És akkor szeretnék egy
Nemrégiben megjelent, a Neokon honlapján megjelent cikkből idézni először néhány adatot. A német primér energia 30%-át olajból, 21%-át földgázból és 12%-át kőszénből állítják elő, mind a mai napig. Ezt, hogyha gyorsan összeadjuk, ez azt jelenti, hogy a német energia igény 63%-a ebből a három hordozóból állítódik elő. És nem elhanyagolható, hogy ennek a 63%-nak összességében nagyjából az 50%-a, mind gáz, mind olaj, mind kőszén, mind a mai napig Oroszországból érkezik Németországba. És ma Németország ezzel a új koalíciós kormánnyal egyrészt ott tart, amit az imént idéztem Habecktől, hogy ő örülne, illetve legalábbis még két héttel ezelőtt nagyon örült volna, hogy az oroszok elzárják a gáz és az olajcsapokat. Másrészt ez az a német kormány, amelyik ugye meghirdette, hogy bezárják jövőre az összes maradék atomerőművüket, és leépítik a gázüzemű, meg pláne a szén alapú erőműveiket is. És akkor befejezésképpen hagy idézzem ide, hogy mi történt azóta, rövid két hét leforgása alatt. Ez a Robert Habeck. A minap a következőt, egész pontosan a múlt vasárnap a következőket jelentette be. Egyrészt meghirdette, hogy létre kell hozni egy nemzeti széntartalékot, a zöld Robert Habeck, ami ugye azt jelenti, hogy minden szénerőmű továbbra is üzemelni fog. Majd azt is bejelentette az elmúlt vasárnap, hogy megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a még működő három német atomerőművet mégse zárják be. Ugye azért az napnál is világosabban jelzi, hogy milyen az, amikor szembe jön a valóság. Németországban szembe jött a valóság, és az egyébként teljesen önsorsrontó és elmebeteg energetikai zöld politika, az hirtelen falba ütközött, és ma már Németország itt tart. És innen érdemes megvizsgálni, hogy mit jelent mondjuk nekünk egy 2035-ig szóló nyomott áras szerződés az oroszokkal a gázszállításra. Érdekes, hát ezek a gyakorlati példák tényleg, ahogy te is fogalmaztál, hogy amikor az ember találkozik a valósággal, akkor egyből átértékeli akár ebben az esetben az ideológia nézeteit is. A jelenlegi konfliktusban látunk, meg halljuk azt is, hogy különféle szankciókat is próbálnak bevetni Oroszországgal szemben. Ezek akár a magyar, akár az európai energiaellátásra milyen hatással lehetnek? Még az első kérdésedre válaszolom, ez nagyon fontos, hogy mi a benyomás elsőként a rezsicsökkentésről. Ugye 2008 után látok itt Németh Szilárdnak az ábráit is. Nagyon sok megszorítás ért a magyar társadalmat. Tehát még gimnazista voltam, emlékszem arra, hogy néztük a hírműsorokat december végén, szilveszter előtt, és akkor mindig arról szóltak, hogy mi mennyivel fog emelkedni, milyen adókulcs, hogyan fog emelkedni, és a gáznak az ára is mennyi százalékkal lesz drágább, mint az előző évben. És szerintem ez egy olyan paradigmaváltás volt a rezsicsökkentés 2010-et követően, ami az első olyan komoly, fajsúlyos intézkedés volt, ami azt mutatta, hogy lehet ezt másképp is csinálni. Tehát addig szinte gyerekként is, meg felnőtt fejjel is hozzászokott az ember, hogy itt csak emelkedésről van szó, csak arról van szó, hogy minden költséget egyébként a magyar emberekkel kell megfizetetni, és 2012 után ez megváltozott, akkor az országnak volt már ereje arra, hogy egyébként ezt az addigi gondolkodást megváltoztassa. És az, hogy milyen hatása lesz a mostani szankciós politikának, azt nem lehet megjósolni. Az már most látszik, hogy egyébként Európára nézve is, és Magyarországra nézve is egyébként nehéz helyzetet fog teremteni az a szankció, amivel Oroszországot próbálják ugye rávenni arra, hogy tegye le a fegyvert.
már hallani a híreket, ugye, hogy egyes bankok, a Sberbanknál most már készpénz felvételi limit van. Halljuk azt, hogy Ausztriától kezdve Csehországon át ez a bank valószínűleg csődbe fog menni. Ezeknek értelemszerűen olyan hatásai vannak, hogy az egész gazdaságra rá fogja nyomni a bélyegét, hallani az áremelkedésről. Tehát Európa szerte mindenhol áremelkedésre kell számítani. Ezt most már láttuk tavaly decemberben is, januárban is, hogy főként az energiaárak Európa szerte jelentős mértékben emelkedtek. Ez a mostani szankciók és mostani válság hatására még inkább igaz lesz. Tehát ebben a helyzetben talán még fontosabb a rezsicsökkentésnek a fenntartása, mert ez most már nem csak a lakosságra vonatkozik, hanem a kis- és középvállalkozásokra, önkormányzatokra, tehát gyakorlatilag a gazdaság működőképességének az alapját teremti meg azt, hogy ezt az intézkedést fenntartják a többi hasonló áslophoz hasonlóan. Ezek nélkül gyakorlatilag a magyar gazdaságnak a növekedése az meg is állna és visszaesne, hiszen túl drága lenne annak a működtetése. Zoli? Én is tisztelettel köszöntöm Önöket. Egy definíciót olvasnék fel. Tehéntúróból, esetleg vajból, vagy tejszínből, cukorból, stb. Különböző ízesítőanyagok hozzáadásával, csokoládé vagy kakaomassza bevonattal készített, közel hengeres alakú desszert jellegű készítmény. Ez a túróludi. És amikor a jogi tanulmányaim kapcsán ezzel szembesültem, akkor jobban tiszteltem ezt a finom édességet. Na most a rezsicsökkentésnek is van ám definíciója. Ha megengedik, azt is felolvasnám, hiszen ez egy szociális indítatású állami beavatkozás, amely a piaci viszonyok között tevékenykedő szolgáltatókat kötelezte arra, hogy egyfelől befagyasszák, másfelől csökkentsék az általuk nyújtott szolgáltatások árát. Folytatom. A rezsicsökkentés megvalósulásának egyik feltétele a végfelhasználó tekintetében, hogy a lakossági felhasználó egyetemes szolgáltatás keretében vételezzen, a másik pedig, hogy lakossági fogyasztónak minősüljön. Mindezt azért gondoltam felvezetni így, mert emögött az intézkedés sorozat mögött valójában, és azt hiszem, hogy a szerény feladat, amely rám hárul, az mégiscsak erre kell, hogy irányuljon. Egy komoly jogalkotási tevékenység is meghúzódik. És ennek a jogalkotási tevékenységnek talán az egyik legfontosabb része, amellett, hogy az alaptörvény meggyőződésem szerint megteremtette a kereteit annak, hogy ez a jogszabály megszülessen, a 2013. évi a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló törvény. És engedjétek meg, hogy még ebből is néhány mondatot idézek, mert meggyőződésem, hogy ugyan kocka jelleggel, de mégiscsak ez az irány, amely valójában hosszú távon és a lényegi elemeket tartalmazva meghatározhatja a jogalkotás vektorát. Tehát itt alapvetően azt mondja a preambulumában ez a jogszabály, hogy a lakossági terheket csökkenteni kell. Ugye itt ennek a megalapozottságát, ennek a számszerűségét miniszterhelyettes úrtól, alelnök úrtól hallhattuk, hogy hogyan zajlik. A jövedelmek felhasználásának szabadsága. Ugye nyilván, hogyha felszabadul pénz, mert hát a rezsicsökkentés folytán felszabadul pénz, remélem jól értelmezem, ez az utolsó ilyen okoskodás, és most már minden tudásomat itt kipakoltam az asztalra. Ugye a teleológikus elemzéssel, ha végigmennénk ezen, akkor ez a jogalkotói szándék talán erre irányul. Létfenntartáshoz szükséges, erről keveset beszélnek, de hát ha nem fűtünk, megfagyunk. Tehát ugye ez egy, nálunk az apám mindig azt mondta, mert kákabelűek voltunk a hugommal, hogy aki nem eszik, meghal. Gondolta, hogy ez a legegyszerűbb definíció arra, hogy ő egyébként, ha megnézik, tisztelem az apámat, de ő betartja ezt a szabályt. Az a helyzet, hogy... Köszönöm szépen. Neki nem mesélem el ezt a poént. És van benne még egy olyan mondat, hogy
indokolatlanul magas lakossági terhek mérséklését kívánja az országgyűlés biztosítani. Tehát ez is a számokban látszott, ezek indokolatlanul magas áremelések voltak, részben azért, mert külföldi, ahogy hallhattuk, állami kézben is lévő tulajdonban volt a Tigáz, végigmegyünk az összes regionális szolgáltatón, német-francia cégek kezében volt egyébként, hogyha utána nézünk, remélem jól mondom. És hát az is végtelen fontos, hogy volt egy olyan szemlélet 2002 és 10 között, és ez úgy tűnik, hogy megmaradt, hogy ugyan 100 nap alatt kiosztjuk a Fidesz által felhalmozott tartalékokat, majd utána az államháztartási hiány megbillen, ezt az magyar emberek megsarcolásával helyreállítjuk, az a pénz is elfogy, hiteleket veszünk föl, majd a hiteleket is az emberekkel fizettetjük meg. Ez tehát a baloldalinak hazudott gazdaságpolitika lényege. És egy utolsó megjegyzésem, hogyha megengedik lenne ebből a preambulumból. Az energiaszolgáltatások tekintetében nincs valódi verseny, ezért az állampolgároknak rendkívül korlátozott a választási lehetőség. Tehát magyarán, amit kimond a jogszabály, az borzasztóan fontos, hogy itt monopol helyzetben lévő szolgáltatókról van szó, és az emberek ki vannak szolgáltatva ezeknek a szolgáltatóknak, még talán itt a kifejezésbeli egybecsengés sem véletlen, és ezt a kiszolgáltatottságot szüntette meg a kormányzat. És engem mindenféle orosz barátsággal vádolnak, és már nem is hiszem, hogy be fognak valaha tévékbe hívni, mert hát itt elmondtam a véleményemet, hogy 2003, ugye Irak egy kicsit árnyalja szerintem azt a képet, ami most zajlik, még akkor is, hogyha itt arról van szó, hogy természetesen, hogy Tóth Norbert kollégám fogalmaz, ez per definíció nem egy agressziónak minősül, de azért a magyar emberek a századvég felmérése szerint például nem támogatnak olyan típusú szankciókat Oroszországgal szemben, amely árt a mi országunknak, a mi embereiknek. És most sajnos abba az irányba mennek a dolgok, és ebben én nem mernék állást foglalni kinek a hibájából, ha nem érzek kellő erőt és felhatalmazást, de ez mindenképpen most kicsit beárnyékolja azt az egyébként tiszta horizontú jövőt, amelyet láttunk magunk előtt, és bízom benne, hogy itt a kedves kollégák majd megnyugtatnak engem. Én sem vagyok túlzottan ideges, de azért nyilván figyelem a folyamatokat. Úgyhogy összességében azt kell, hogy mondjam, hogy a jogszabályi feltételek adottak, a külgazdasági része a dolognak megoldotta, hogy Zsoltól is hallhattuk, a hosszú távú megállapodások. Isten segítsen meg minket, és legyen gyorsan vége ennek a háborúnak, körülbelül így tudnám összegezni. Arról ma már beszéltünk. Én magam is felhoztam, és ez tényleg így volt, tehát hogyha visszaemlékezünk arra az időszakra, hogy 2014-ben az ment a baloldal részéről, hogy ez egy választási kampányígéret, ez nincs is igazából, a választás után azonnal eltördik, és tényleg ez volt minden évben, minden választás alkalmával. Az egy dolog, hogy a baloldal folyamatosan támadta a rezsicsökkentést, de ahogy Németh Szilárd is utalt már az előadásában, ugye Brüsszel is folyamatosan támadásokat intézett a rezsicsökkentéssel kapcsolatban. És a Petra felé fordulnék, hogy egy nagyon költői kérdés, hogy miért? Igen, ez egy valóban költői kérdés, és ugye nem csak a rezsicsökkentés kapcsán, de sok más intézkedés kapcsán is feltehetnénk ezt a kérdést. Harford Mackinder brit politikusnak a meglátását idézném, aki a kelet-közép-európai térséget egyfajta MAG területként azonosította, egy kulcsfontosságú területként, és úgy fogalmazott, hogy aki uralja Kelet-Közép-Európát, az uralja a MAG területet. Aki uralja a MAG területet, az uralja az eurázsiai kontinenst, aki uralja az eurázsiai kontinens, az uralja a világot. Ez egy kulcsfontosságú terület. Itt azok az országok, azok a kormányok, amelyek nem a nagyhatalmi
érdekeknek megfelelően cselekednek, nem szervilis módon, hanem a nemzeti szuverenitásukat védve hoznak intézkedéseket a saját állampolgáriknak az érdekében, azok sajnálatos módon ilyen nemzetközi támadásoknak vannak kitéve. És még egyszer mondom, ugye nem csak rezsicsökkentési kérdésben. És ugye hát itt valójában a rezsicsökkentés témájánál maradva viszont azt láthatjuk, hogy a magyar kormány, amikor meghozta az ehhez szükséges intézkedéseket, törvényeket, jogszabályokat, akkor a magyar embereknek az érdekeit helyezte előtérbe. Na most, ha itt már pont Németország felmerült, akkor ott pont az ellenkezőjét láthatjuk. Egy olyan stratégiai szektort, mint az energetikai szektor kiszolgáltattak, vagy kiadtak igazából állami kézből magáncégeknek a kezébe, magántulajdonba. Ennek az lett az eredménye, hogy a túl magas áraknak a következtében nem töltötték fel a tárolókat, mert hát egy magáncég az profitorientált. Tehát, hogy Kövér Lászlót idézve egy másik konferenciáról, ő fogalmazott úgy, hogy nagyon fontos látni, hogy a magántulajdonnak, a magánszférának pénze van. A közszférának költségvetése. A magánszféra ebből a vagyonát akarja, a profitját akarja növelni, a közszféra az a közhatalmat akarja gyakorolni. Tehát ezek nagyon eltérő szempontok, és ugye Németországnál maradva azáltal, hogy Németország ilyen intézkedéseket hoz, az egyébként egész Európa szempontjából meghatározott. Tehát nagyon nem mindegy, hogy Európának egy vezető gazdasági országa, az hogyan áll egy ilyen kérdéshez. És mint láthatjuk például már csak az állami és magánszférát összevetve, vagy tulajdonokat összevetve, nem jó irányba haladnak. Nem véletlen, hogy náluk ugye jelentkeztek is a problémák az energiaválságnak az idején. Na most ugye szintén itt akkor az, hogy ez az egész konfliktus helyzet is, hogy most itt hogyan alakul, látni kell azt, hogy a világgazdaságnak 2020-ban még nem találtam frissebb adatot, világgazdaságnak a 80%-ban volt kitett a fosszilis energiaforrásoknak. Na most akkor képzeljük el ezt az energia, európai szinten, ezt a százalékot. Tehát a világgazdaság 80%-ban volt kitéve. És azt láthatjuk 2020-ban, és ez 30 éve nem változott. Tehát, hogy ez 30 évvel ezelőtt is ugyanez az adat volt, pedig akkor még nem voltak ilyen klímapolitikai, ideológiával áthitatott klímapolitikai megközelítések, mint amelyeket most láthatunk. És láthatjuk azt, hogy ezek nem sikeresek, nem tudják felvenni a versenyt, nem tudnak megfelelő megoldásokat adni egy olyan helyzetben, sem a mindennapokban egyébként, sem pedig egy olyan válságos helyzetben, mint az energiaválság. És ugye a német politikára is visszatérve, tehát Németország azért nem mindegy, hogy cselekszik, mert ugye nagyon jól tudjuk, hogy most az ukrán konfliktus is valahol a nagyhatalmaknak a rivalizációjáról szól. Most az, hogy Európa ebbe hogyan vesz részt ott a kettő között, a két nagyhatalom között, nagyon nem mindegy. És Németországnak ilyen szempontból egy nagyon sajátos helyzete van egyébként az orosz gazdasággal is. Ugye az oroszok, a németek el szeretnének adni termékeket, az oroszok meg is vennék, de hát ugye akkor így piactolásnak kell, nyilvánvalóan függ egész Európa nagyon nagyban, Európának az energiaellátásának az egyharmada Oroszországtól függ. Ez Németországban még magasabb arány, ha jól tudom, 38-40% körül mozog. Tehát nem lehet ezt a fajta kiszolgáltatottságot megengednie Európának, különben magával fogja rántani egy konfliktus is, egy válság is, és éppen ebből adódóan nem vezet egyszerűen, nem szolgálja az európai állampolgároknak az érdekeit az a fajta intézkedés sorozat, amelyet az elmúlt években ott láthattunk. Ezzel szemben, még egyszer, amit mondtam az elején is, azt láthatjuk, hogy a magyar kormány által hozott intézkedések, azok kiállják a körülményeknek a próbáját, és helyt tudnak állni, és meg tudják védeni a magyar embereknek az érdekeit. Ja, ahogy már említettem, meg ahogy láttuk is, meg hallottuk, hogy hosszú évek óta ugyanannyit fizetünk a rezsért. Most Nyugat-Európában az a helyzet, hogy nem hogy ugyanannyit, hanem jóval többet kell fizetniük a rezsért, és örülnek, amíg jóval többet fizethetnek a rezsért, mert az még azt jelenti, hogy van energia. Ugye már erre is utaltunk, hogy Ausztriában, Németországban ilyen kis videókat forgatnak arról, hogy majd a kedves nyugdíjas németek vagy osztrákok otthon ilyen kis cserepekben fűtenek be a lakásukban, és akkor ez lesz a helyzet. Tehát abszurd. Igen, ha megengedik, akkor folytatom ott, ahol Petra befejezte. Szóval az a helyzet, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy tényleg minden fordítva van.
először is emlékezzünk vissza. A magyar energetikai szektort, a szolgáltató szektort a baloldali kormányok adták el egyébként üveggyöngyökér külföldi kezeknek. A külföldi vásárlók egy része magáncég volt, másik része nagy külföldi állami cég. És ez még csak hagyján, de emlékezzünk vissza, a Horn kormány azon túl, hogy eladta, a piacgazdaság, az általuk rajongásig imádott piacgazdaság nagyobb dicsőségére úgy adta el a magyar energetikai szolgáltató szektort, hogy államilag garantálta, hogy a vásárlóknak minimálisan mennyi haszna legyen. Föl tudják ezt fogni? És ez egy baloldali kormány, amely kiköti, hogy egy piacgazdaságban a külföldi, ha éppen nem lenne annyi haszna, akkor semmi baj, mert majd a magyar állam kipótolja neki. És akkor el is érkeztünk oda, hogy az indokolatlanul magas energiaárak kérdéséhez, ugye nem kell mondani, ez a napnál világosabb. És folytatván Petra gondolatmenetét, nem mélyedjünk most bele ebbe az orosz-ukrán háborúba, de elmondtam a vasárnapi műsoromban is, nagyon röviden hagy idézzem ide David Attenborough-t, aki ugye kifejtette egy teljesen más ügyben, hiszen ő egy természettudós, hogyha vörös meg fekete hangyákat beteszünk egy dunsztos üvegbe, lezárjuk a tetejét, és szép nyugodtan letesszük egy asztalra, akkor a vörös meg a fekete hangyák ilyen kis elkülönülve egymástól a két boly, hát békén hagyják a másikat. Békességben el vannak. Ellenben, ha jön valaki és jól összerázza ezt az üveget, akkor azonnal kitör a háború, egymásnak esik a két fajta hangya, mert a feketék azt fogják hinni, hogy a vörösek fenyegetik az életüket, a vörösek meg azt, hogy a feketék, azt jól kiírtják egymást. És, mondta David Attenborough, nagyjából ez a helyzet az emberi világban is. És így lehet egymásnak ugrasztani jobb oldalit a baloldalival, öreget a fiatallal, meg a nemzeteket. És mondja David Attenborough, ezért mindig arra figyeljünk, hogy ki rázogatja az üveget. Hát itt volna az ideje, hogy mondjuk az orosz-ukrán konfliktus kapcsán is föltegyük azt a kérdést, hogy valójában ki rázogatja az üveget. És nem szeretném megspórolni ebben a gondolkodásban abbéli véleményemet, hogy az üvegrázogatók között igen, az Amerikai Egyesült Államok vastagon ott van. Az oroszok is ott vannak, de hogy Amerika is benne van, az biztos. És hogyha ezt az egészet lefordítjuk most energetikai kérdésre, meg rezsiár kérdésre, hiszen ezért vagyunk itt, akkor nem tudom, önöknek feltűnte, miközben Németországban a Petra által ismertetett okoknál fogva például majdhogy nem kiürültek a tározók. Miközben az önsorsrontó német politika belelavírozta magát abba a helyzetbe, ahol most van. Miközben egész Nyugat-Európában égig érnek az energiaárak. Svédországban 300%-kal mentek föl, ezt már a gazdag svédek is szívják a fogukat, hogy mégis mennyit kell fizetniük. Tehát miközben ez az alaphelyzet, és kitör ez az orosz-ukrán konfliktus, és valóságos veszélyé válik, hogy az oroszok minden csapot elzárnak, mit tesz Amerika? Már múlt héten közölték, hogy mindenki nyugodjon meg, ők már töltik a nagy tankerhajókat, és a jóféle amerikai palagáz már útban van Európába. Hát azt kell mondjam, tényleg hurrá! Ez az az amerikai palagáz, ami körülbelül abstart négyszer annyiba kerül, mint az orosz földgáz.
pusztán azért, mert a kitermelése ennyivel drágább. Ráadásul a kitermelése a létező legkörnyezetszennyezőbb módon történik, ugyanis ahhoz, hogy kinyerjék ebből a likacsos kőzetből ezt a gázt, valami iszonyatos mennyiségű vegyszert, vegyi anyagot kell belepumpálni a földbe, ami ott marad. Ezt a gázt cseppfolyósítani kell, ezt a gázt bele kell pakolni tankerekbe, amik átpöfögnek az óceánon óránként nagyjából 100 000 liter gázolaj elpöfögésével. Itt kikötnek, bekerülnek a terminálokba, ott vissza kell alakítani. Hagyj ne soroljam, mert azért nem vagyok én ehhez olyan nagyon hozzáértő, de azért egy laikus is látja, hogy egyfelől, miközben itt mindenki nyugaton annyira zöld, hogy már kimennek a mezőre, nem is látszanak annyira zöldek, legalábbis papíron. Eközben mindez, amit most elmondtam, senkit nem zavar. Senki nem tesz föl kérdéseket, hogy ez lenne a zöld energia. Mostanában nem hallom Greta Thunberget sikoltozni, hogy miért jönnek tankerek Amerikából amerikai palagázzal Európa felé, miért nem az olcsó orosz gázt használjuk. Tehát szembeköpik a saját úgynevezett zöld ideológiájukat, és egyszer s mint belekényszerítik egész Nyugat-Európát abba a helyzetbe, ahol most vannak. És az egész folyamat végén ki az, aki vihog? Az Amerikai Egyesült Államok. Ezt azért ne felejtsük ki a gondolkodásunkból. Bocsánat, ha hozzáfűzhetek, csak én nagyon... Rövid gondolatot itt, igen, ez a konfliktus az is, hogy Amerika szerepe. Tehát ugye Amerikának ott a távolból az a legnagyobb félelme, hogyha az orosz nyersanyag, humán erőforrás találkozik a német technológiával és innovációval. Na most a kettő között, ugye mi az, ami elválasztja a Balti és a Fekete-tenger közötti térség. Tehát nem véletlen, hogy ha megnézzük az elmúlt időszakokat, a kis színes forradalmakat, problémás kérdéseket, a V4-eket ért támadásokat, akkor pontosan nagyon jól láthatjuk, hogy milyen érdekeket szolgál, vagy kinek az érdekeit szolgálja az, hogy itt felfordulás legyen ebben a térségben. Csak az a helyzet, hogy ezt a mi bőrünkre csinálják. Tehát, hogy pontosan arra világítanék rá, hogy ezeket a kérdéseket feszegetni kell, amit Zsolt említett, mert ez az itt élő embereknek az érdekeit, az életét befolyásolja. Az ő bőrükre megy ez a nagyhatalmi játék. És energetikai kérdésekben is láthatjuk. Tehát Magyarország a hosszú távú szerződéseknek köszönhetően jelen pillanatban védve van, de azért az európai energetikai hálózat azért kellőképpen össze van fonódva ahhoz, hogy nyilvánvalóan a hosszú távon nem, nekünk sem mindegy az, hogy Nyugat-Európában hogyan alakulnak a kérdések energetikai szempontból a konfliktus fényében, tükrében. Külpolitikában vagy külföldről térünk át belföldre és belpolitikába. A rezsicsökkentés jó. Az emberek kevesebbet fizetnek. Egy csomó dolgot hallottunk, hogy milyen pozitív hatása van az egész magyar gazdaságra, az egész magyar társadalomra. Ennek ellenére, vagy ezzel szemben jön egy politikai szereplő, jön egy politikai oldal, aki nem egyszer, nem kétszer, egy csomószor belemondja a kamerába azt, hogy ha ő hatalomra kerül, ő lesz a miniszterelnök, akkor eltörli a rezsicsökkentést. Nem vagyok politikai szakértő, mint te, Dani, de azért ennyit értek a politikához, hogy ez nem szokott szerencsés lenni. Miért csinálja mégis? Én bonyolultabb a helyzet. Én előszeretettel nézem ezeket a műsorokat, ahol akár Márki-Zay Péter vagy más baloldali szereplők is megnyilvánulnak. Én elmúlt pár hétben azt is hallottam, hogy Gyurcsány Ferenc találta fel a rezsicsökkentést. Tehát idáig jutottak az elmúlt hetekben a balliberális oldalon. Tehát nem tudnak vele mit kezdeni. A 2014-es választási kampányban itt mondták, hogy ez nem igaz, ez árrezsicsökkentés, hogy a bevándorlás is álprobléma volt. Ez egyébként nem fenntartható, egyébként 10 éve már mégiscsak működik. Most már oda jutottak, hogy a plakátokon reklámozzák, tehát emlékszünk azokra a plakátokra, hogy a rezsicsökkentés marad, majd megmagyarázták, hogy egyébként nem úgy marad, hanem teljesen másként marad, de én a Márki-Zay Péter jelenségben nem látok egyébként újdonságot, mert ezt mondták 2014-ben is a választási kampányban, ezt mondták a 2018-as választási kampányban is, csak az a különbség, hogy míg mondjuk a Gyurcsány
kormánynak van annyi esze, hogy mondjuk most már nem reklámozzák azt, hogy megszüntetnék a rezsicsökkentést. Ugye Karácsony Gergely beszélt arról a bevándorlás kapcsán még tavaly tavasszal egy német lapnak, hogy nem írják ki a plakátokra a valódi bevándorlásügyi elképzelésüket, mert azzal nem lehet választást nyerni. Hát ugyanez van a rezsicsökkentés kapcsán is, hogy nem írják ki a választási plakátra azt, amit valójában csinálnának. Csak hát Márki-Zay Péterben nincsen meg az a rutin, mint a Gyurcsányékban, mert hát ő már elkotyogta, hogy valójában mire készül, és ugye mi is, te is, én is vitába elegyedtünk Márki-Zay Péterrel, és ki is hívott minket egy televíziós vitára, mert azt állítottuk, hogy ugye megszüntetni a rezsicsökkentést. És ugye mire alapozzuk ezt? Hát ő arról beszélt, hogy nem lehet megállítani a világpiaci árakat a határon. Szerintem ez elég egyértelmű dolog, hogy ez azt jelenti, hogy szerinte a rezsicsökkentés az nem egy jó dolog, nem egy működő dolog. Arról beszélt, hogy egyébként a rezsicsökkentést így nem lehet fenntartani, hogy az elmúlt 10 évben működött, és ugye erre mondják sokan, hogy nem tudom, 70 vagy 80%-os rezsicsökkentést akarna, és akkor kicsit megnéztem, hogy mi ez az érv, mi az, amit mond ilyenkor, és ugye azt mondja, hogy le kell szigetelni a házakat, ki kell cserélni az ablakot, és kevesebbet kell fogyasztani, tehát kevesebb vizet kell használni, kevesebbet kell fűteni. És akkor így eljátszottam a gondolattal, mondjuk, hogy 2021. novemberét írunk, Márki-Zay Péter Magyarországnak a miniszterelnöke, jönnek a hírek, hogy egyébként energiaválság van, rezsiválság van, 20-30%-kal vagy annál nagyobb mértékben nőnek az árak Európa szerte, és ez értelemszerűen Magyarországon is érződik, és akkor Márki-Zay Péter azt mondja az embereknek, kiáll egy kormányinfóra, mondjuk akkor tart, de Budapestből kiindul, az megszűnne, de valamilyen sajtótájékoztatót tart, és akkor azt mondja az embereknek, hogy hát szigeteljétek le a házatokat, cseréljétek ki az ablakot, és fogyasszatok kevesebbet. Ez történne nagyjából a mostani nyilatkozatok alapján. Ami teljesen abszurd, és egyszerűen nem lehet hova helyezni. Tehát mintha nem ezen a földön élne a baloldalnak a jelöltje, mert értelemszerűen szükség van megújuló energiára, szükség van a házak leszigetelésére, szükség van ablakcserére, szükség van korszerűsítésre, de ez nem oldja meg azt az energiarezsiválságot, amit azonnal orvosolni kell. Tehát novemberről decemberre, decemberről januárra, ez csak a rezsicsökkentés intézményének a fenntartásával oldható meg. Ezt megszüntetni, ezt egyértelműen elmondta. Most a kampányban igyekeznek letagadni, mert látják akár a századvég felméréseiből is, hogy ez 70-80%-os támogatottságot élvez. Értelemszerűen politikai öngyilkosság, hogyha ezt valójában kiírnák a plakátokról, hogy mire készülnek. Csak az a szerencsé egyébként a jobb oldalnak és a Fidesznek, hogy még Gyurcsány a választási kampányban 2006-ban ugye saját bevallása szerint végig hazudta a választási kampányt, és nem mondta el azt, hogy valójában mire készül, addig most Márki-Zay Péter esetében hát nyilatkozatok tömkelege látható akár a YouTube-on, Facebookon, ahol arról beszél, hogy például a rezsicsökkentés kapcsán mire készül, annak a megszüntetésére készül. Azt mondtad, politikai öngyilkosság, és Zolihoz fordulok, politikai öngyilkosság, de hát akkor mégis elkövetik, hát Márki-Zay Péter, ahogy a Dani is utalt rá, egy csomószor elmondta. Miért önmaguk ellenségei? Ha már Dani felhívta a századvég kutatásait, akkor remélhetőleg elnök helyettes úr elégedettségére kiemelném az egyik múltkor könyveket ajánlottam, most kutatást fogok. Igaz, hogy igen. És dedikálod is, ha úgy van. Nem, századvéges könyveket. Azt nem, is. Nem saját. Tehát volt egy kutatás, amelynek az volt a címe, hogy a rezsicsökkentés nélkülözhetetlen segítséget jelent a szerényebb jövedelműeknek. Szerintem ennek azért van óriási jelentősége, mert először azt hallottuk, hogy a budai villák medencéit fűtik a rezsicsökkentéssel. Ez volt az a félelmetes üzenet, amit gondolom hetek, hónapok meetingjei, briefingjei során az amerikai tanácsadók sugallatára kitaláltak a baloldalon, de úgy tűnik, hogy nem jött be. Viszont ez a kutatás idéz szerintem olyan számokat, és megint csak hadd citáljam a vonatkozó sorokat. Tehát a baliberális kormányok alatti árnövekedés eredményeként 2010-re az alsó jövedelmi ötödbe tartozó magyar háztartásokban a rezsikiadások
átlagosan havi 25 ezer forint, csak nem elérték az egy főre eső jövedelmet, ami havi 32 ezer forint volt. Másképpen fogalmazva, a rezsicsökkentési program előtt a legkevésbé tehetős háztartások majdnem egy havi, egy főre eső nettó jövedelmet költöttek el a közüzemi számlákra, és ez egyébként közel 760 ezer háztartásra volt jellemző. Tehát azt mondhatjuk, hogy valójában az indokolatlanul magas rezsicsökkentések a századvég kutatása alapján egyértelműen a legszegényebbeket sújtották, és amikor a rezsicsökkentés politikája életbe lépett, akkor ezek voltak, ezek a rétegek az elsődleges haszonélvezői. Egyébként az, hogy kikből kerül ki, ezt is kíváncsi lennék, és elkezdtem gondolkodni ezen, hogy van-e köztük esetleg olyan vidéki, aki már 10-kor részeg, és egy keresztrejtvényt sem tud kitölteni. Biztos vagyok benne, hogy igen, csak ilyenkor egy kevésbé modern jogi fogalomra kellene hivatkoznom, az ököljogra. Nem tudom, hogy van-e bátorsága az érintettnek esetlegesen ezeken a vidékeken is felbukkanni, ahol esetleg kezelésbe vennék az ilyen kijelentései miatt. És akkor van még egy utolsó szám, amit szeretnék idézni. A rezsicsökkentés mintegy 120 ezer alacsony jövedelmű családnak segített megszabadulni a fűtési, míg 300 ezernek a díjfizetési nehézségektől. Mint az illetékes elvtárs, itt idézem a számokat, és még arról is szerettem volna egyébként beszélni ilyen robotszerűen, hogy azért mögött az intézkedés mögött megnéztem, a Fogyasztóvédelmi Hatóságnak a felügyelete vagy a bábáskodása is ott van, hiszen egy jogszabály csak akkor igazán jó, hogyha végrehajtható, és ahogy alelnök úr is mondta, azért a PB gázpalackok ügyében is megvan az a jó magyar leleményesség, ami miatt oda kell figyelni, és bizony itt a számla kijavítási kötelezettségtől kezdve kötbérfizetési kötelezettség, tehát hogy úgy mondjam, nyomon is követi a közigazgatás azt, hogy betartják-e a közüzemi szolgáltatók azt a kötelezettségüket, amely, hát hallottuk, hogy a benzinár befagyasztásnál is miben türemkedik ki, tehát vannak leleményes benzinkutasok, ahova gyakorlatilag már csak mopedet lehet menni tankolni. Tehát nyilván ezeket az ügyeket a versenyhivatal vizsgálja, hogyha szükséges, akkor az egyéb hatóságok beavatkoznak az ilyen típusú visszaélések kezelésébe. Tehát azt mondanám, hogyha szabad egy ilyen summázatot vonnom a jogi szabályozás kapcsán, hogy a rezsicsökkentésnek egy komplex jogalkotási, jogalkalmazási, végrehajtási, szankciós rendszere épült ki az elmúlt években, és miután látjuk, hogy a legszegényebbeket segítette, ez egy ízig-vérig szociális típusú intézkedés, hogyha szabad ezt használnom ezt a kifejezést, annak ellenére, hogy olvastam olyan elemzést, amely kimutatta, hogy miért jobboldali egyébként maga a rezsicsökkentésnek az intézménye, de ez lehet, hogy inkább csak szómágia, és megszoktak minket vetni a bal oldalról, hogy egyszerűen fogalmazunk. Én Zlinszky Jánost hadd idézzem, kedvenc tanáromat, aki ilyeneket mondott, a félelmetes, végtelen római jogtudásával, hogy a példáiban csacsikat említett, szamarat, a legegyszerűbben próbálta kifejezni azt, hogy mondjuk egy longamanu tradíció az hogyan épül fel. Tehát én azt gondolom, hogy ha Zlinszky megengedhette magának, hogy egyszerűen fogalmazzon, mi is, a rezsicsökkentés jó, ahogy Dani fogalmazott, és ezeket azt gondolom a legkevésbé sem kell szégyelni. Ez a fajta maga, ez inkább szerintem magabiztosságot tükröz a mi részünkről, mint ahogy most hirtelen eszembe jutott ez a párhuzam, talán épp elnökhelyettes úr mesélte, hogy amikor az Egyesült Államokban voltak, akkor ott voltak az út szélén
sátorozó emberek, és akkor rákérdeztek, hogy hát mik ezek, hajléktalanok? Nem. Az Egyesült Államokban nincs hajléktalanság, csak átmenetileg szállást kereső emberek. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha ez is egyfajta egyszerű megfogalmazás, de szemben az előzővel, amely igaz is, mondjuk ez árnyalja az igazságot valamelyest. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, el is szaladt a kirendelt időnk, amíg beszélgethetünk. Ifjabb Lomnici Zoltán, Deák Dániel, Halkó Petra és Bayer Zsolt. Köszönöm szépen nektek!